Most következő műsorunkat 12 éven aluliak részére nem ajánljuk. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Engedjék meg, hogy hagyj mutassam be az asztal ezen a részén ülőket. Lukács Kémendi Ágnes, a Margaréta óvodának az óvodavezetője, Majorné Szabó Etelka, a polgármesteri hivatalban az óvodai referens, Ács Anikó, a oktatási bizottság, de most köznevelési bizottságnak a, és ifjúsági és gyermekvédelmi bizottságnak az elnök asszonya, Erdőközi, dr. Erdőközi György aljegyző úr, ügyosztályvezető asszony, irodavezető asszony a polgármesteri hivatalból. Ezt a megbeszélést és sajtótájékoztatót abból az alkalomból tartjuk, hogy 2017. szeptember 1-ével én úgy gondolom, hogy egy új rendszer, egy új pozitív változás történik a kerületi óvodáink életében. Már mondom ezt azért, mert megalakul szeptember 1-ével egy olyan gyógypedagógiai hálózat, amelyet az önkormányzat és az önkormányzat nyilván van az óvodák útján, és ezen belül is a Margaréta óvoda útján fog működtetni. Hadd mondjak először pár számot, hogy miért fontos ez a gyógypedagógiai hálózat a kerületben, és nagyon örülök annak, még mielőtt ezeket a számokat elmondanám, hogy ez a sajtótájékoztató egy picit rendhagyó, már csak azért is, hogy nem csak a kerületi sajtó, hanem én úgy gondolom, hogy a kerület közéletében egyre inkább jelentősnek számító Facebook két csoportja, a 16. keleti anyukák és a 16. keleti fórum admin hölgyei is itt vannak, úgyhogy nekik külön köszönöm, hogy eljöttek. Hogy miért fontos ez a probléma, amiről beszélünk. Ugye az esen is gyermekek ellátása az, amelyről beszélünk, és amely új alapokra helyeződik szeptember 1-től. Ugye az eseni, aki nem szakember, az annak elmondanám, hogy ugye ennek a definíciója, ugye sajátos nevelési igényű gyermek, de ugye a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, ez a hivatalos definíciója, ugye gyakorlatban ezek a gyermekek egy kiemelt figyelmet és különleges bánásmódot igénylő gyermekek, jellemzően komoly beszédfogyatékossággal, autizmussal rendelkező gyermekek, de mindenféleképp különös bánásmódot igénylő gyermekek, és ezek mellett vannak ugye az úgynevezett BTMS gyermekek, amely ugye az eseni esetében ugye ezt a diagnózis szakértői bizottság állapítja meg a BTM esetében a nevelési tanács, ugye ez a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek. Az eseni tekintetében, hogy megnéztük a számokat, 2014-15-ös tanévben 58 gyermek számára diagnosztizálták esenit, óvodás gyermekről beszélünk, 15-16-ban 70, 16-17-ben már 83, és a mostani nevelési évben ez a szám mindenféleképpen nőni fog. A BTMS gyerekek esetében 14-15-ben 11, 15-16-ban 15, és 16-17-ben már 21, és ez is szintén nőni fog várhatóan az előzetes számaink alapján. A szakemberek is csak találgatnak, hogy mi ennek az oka. Különféle vélemények, koncepciók vannak, de a szakemberek körében nem alakult ki egységes álláspont. Csak azt látja mindenki, óvónők, mindenki, aki ebben tevékenykedik, hogy egyre több az ilyen gyermek, és ez az óvodákra és az önkormányzatra nyilvánvalóan azt a kötelezettséget rója, hogy ezzel foglalkozzunk. Ez a gyógypedagógiai hálózat 8 fővel alakul meg szeptember 1-én, és
Ez nem azt jelenti, hogy ez a 8 fő fogja csak a gyermekeket ellátni, az esedés gyermekeket ellátni, már csak azért is, mert az óvodákban is vannak, nem mindenhol, de vannak gyógypedagógusok, logopédusok, és velük együtt, velük komplexen fogják ezeknek a gyermekeknek a fejlesztését ellátni. A hálózat helyileg az Árpádföldi Közösségi Házban fog lenni, tehát ott van a telephelye. Én nagyon örülök a közösségi házat működtető AK együttműködésének. Azt gondolom, hogy talán ebben elősegítette azt a dolgot az is, hogy maga az egyesület elnöke is óvónő, tehát látja ezt a problémát, és hát az egy dolog, hogy ott van a helyük, de a feladatellátás egy része, maga a fejlesztés, a gyermekekkel való foglalkozás az óvodákban fog történni. Szeretnénk, nem csak szeretnénk, hanem meg is fogjuk csinálni. Szeptember 1-től egy új informatikai program fog létrejönni. Ez az informatikai program kezeléséhez mindenkinek meg lesz a megfelelő technikai feltétele, amely az esedés gyermekeket fogja kezelni, és mindenki felhasználó, tehát ezen a felhasználói felületen lesznek jogosultságok. Meg lesz az határozva, hogy ki mihez fog hozzáférni, mihez fog hozzáférni az óvodavezető, mihez az hozzá fog férni az óvónő, mihez fog hozzáférni nyilvánvalóan a fejlesztős végző gyógypedagógus, és mihez fog hozzáférni a szülő. Mert szeretnénk, hogy a szülő is lássa azt, hogy a gyermeke, vel mi történik az óvodában, hogyan történik a fejlesztése, milyen pozitív, ne adj Isten, negatív változások vannak, mert nyilvánvalóan a fejlesztés az a háromas együttműködés alapján történhet, a szülő, az óvoda és a gyógypedagógus. Hogyha ez a három személy szervezet nem működik együtt, akkor ez a fejlesztés nem lesz eredményes. És azt gondolom, hogy itt a kommunikáció és az internet a jövő útja és az informatika a jövő útja, ahogy ugye elnaplók vannak, ugyanúgy ez is azt gondolom, hogy működni fog. Erre már a szerződést a napokban meg fogjuk kötni, és ehhez az informatikai eszközt mindenki számára biztosítani fogjuk. Én bízom abban, hogy ez minőségi ugrást fog majd jelenteni. Ezt követően hagy mutassam be egy részben az óvodavezetőknek, részben pedig a sajtó képviselőinek azokat a kollégákat, akik a jövőben fognak foglalkozni az esedés gyermekekkel, és a gyógypedagógus hálózatnak a tagjai lesznek. Fodorné Csőke Zsuzsanna, köszönjük szépen. A hölgy konduktor óvodapedagógus, jelenleg a Ne Felejts Művészeti Óvodában dolgozik. Önéletrajza szerint, és reméljük, hogy a valóságban is kommunikatív, vidám, természetű, jó csapatjátékos, és elkötelezett a gyermekek fejlődésének elősegítése iránt. Több tanfolyam elvégzésével gazdagította a tudását, például alapozóterápia, látható hangok program. Kovács Szilvia, a hölgy logopédus, jelenleg a pedagógiai szakszolgálat 17. keleti tagintézményében dolgozik, feladatkörébe tartozott a logopédus munkacsoport tevékenységében való közreműködésé, előadások, prezentációk tartása, részt vett a Magyar Tudományos Akadémia támogatott kutatócsoportjának tevékenységében, nyelvi képességet vizsgáló teszthez, vizuális ingeranyag készítésében. Nagy Viktória is logopédus, ő a 16. kerületben több intézményben dolgozik, többek között a Mátyásföldi Fecskefészek óvodában is, szakmai tevékenysége sokrétű, számos képzésben gyarapította tudását, például hallássérültek pedagógiája, pszichopedagógia, kutató ösztöndíjjal Manchesterben is dolgozott, Lyonban is. Rákos Júlia konduktor, mozgásfejlesztő, jelenleg a 14. keleti pedagógiai szakszolgálatnál dolgozik, fő feladatköre a konduktív szakfeladat ellátása a központ idegrendszeri eredetű sérült gyermekek számára, mozgásfejlesztés például a BTMS gyermekek számára. Erősségei közé tartozik a tímmunka, társszakmák képviselőivel való együttműködés. Rózsás Eszter,
Rózsás Eszter, ő autizmus spektrum pedagógia szakos gyógypedagógus, szomatopedagógus tanulmányokat folytatott szinte a mai napig, pályakezdő gyógypedagógus, de egyetemi tanulmányai mellett óvodás gyermekeknek is tartott mozgásfejlesztést, egyéni és csoportos fejlesztést autista gyermekeknek. Önkéntes munkát végzett Sátoraljaújhelyen is, a fogyatékosok napközi otthonában. Solymosi Eszter, ő az, aki egy picit késik, de azért elmondom az ő róla mit lehet tudni. Ő a ELTE Báci Gusztáv gyógypedagógiai karán autizmus, spektrum, zavar és logopédiai szakirányon végzett. Szakmai gyakorlatát az Autizmus Alapítványnál végezte. A Reménység Magjai Alapítványnál gyermektanítói tanfolyamot végzett. 3 éve dolgozik fogyatékossággal élő gyermekek mellett. Taródi nagyné Mészáros Zsuzsanna. Zsuzsanna tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus. Jelenleg a Ferencvárosi Komplex Óvoda általános iskola és egymi autista tagozatán gyógypedagógus. Egyéb szakmai tapasztalatként elmondható, hogy tevékenykedett a Fürgelábak Alapítványnál és Lovasterápia Egyesületnél, ahol a táborok szervezésében és az irányításában is részt vett. Ezt követően hagy mondjak a kerületi óvodákkal kapcsolatban a sajtó számára egy pár számot, amikor ezt összegyűjtöttük, számomra is egy picit megdöbbentő voltak ezek az adatok, de úgy gondolom, hogy azért fontos, hogy erről is beszéljünk. Az önkormányzatunk a pedagógusok bére és járulékán és a közüzemi költségeken túlmenően a 7 óvodában összesen több mint 201 millió forintot fordít a gyermekeik ellátására. Ez ebben gyakorlatilag számtalan dolog benne van, és sok olyan példát tudnék mondani, és fogok is mondani, amely nem tudok, hogy máshol, például Budapesten ilyen lenne. Például az, hogy a kerületi óvodánkban szülőnek semmit nem kell behoznia, mindent az önkormányzat biztosít. Ilyen például, hogy a barkácsolás rajz eszközökre gyermekenként az önkormányzat például 5000 forintot fordít egy nevelési évben, és higiéniai eszközökre, amely ugye legfontosabb a papírzsebkendőtől a számtalan más dolgokig, 131 millió forintot fordít az összes óvodába az önkormányzat. Ez egy nevelési évre egy gyermek esetében 51.624 forintot jelent, tehát ennyit ad az önkormányzat, és ennyit nem kell a szülőnek kifizetni a kvázi a gyermeke óvodájában. Például kirándulásokra gyermekenként egy nevelési évben 5700 forintot fordít az önkormányzatunk. Ezen túlmenően ugye van az óvi gyümölcs, ahol szerint ugye gyümölcsöt sem kell behozni szülőnek, amely ugye régebben, meg nagyon sok más óvodában Budapesten van. Egy évben erre több mint 10 millió forintot fordít az önkormányzat, gyermekenként 3990, tehát közel 4000 forintot fordítunk. Ezen túlmenően 5 millió 800 ezer forintot fordítunk tanfolyamokra, amely azt jelenti, hogy minden óvodában dolgozó óvodapedagógus, és ez a bölcsödére is vonatkozik, aki szeretne újabb képesítést szerezni, logopédus, gyógypedagógus, bármilyen más szakirányban bővíteni az ismereteit, azt az önkormányzat tanulmányi szerződés keretében finanszírozza. Ez egyébként az új kollégákra is vonatkozik, hogyha szeretne más módon még fejlődni, akkor ezt az önkormányzat tanulmányi szerződés keretén belül finanszírozza. Ebben az évben óvodai férőhely bővítést is tervezünk. Ez folyamatban van a Mátyásföldi Fecskefészek óvoda Baross Gábor utcai telephelyén. Ez 233 millió forintból 75 új óvodai férőhelyet jelent majd. És a Napsugár óvodában, az Ágoston Péter utcai telephelyen 45 millió forintért ugye megújul az óvodaudvar. És a centenáriumi óvodában már elkészült, és csak a bordás falak felszerelésére vár egy fejlesztő
tornaterem, amit használhat, úgy gondolom, az óvoda, használhat majd a mellette lévő bölcsőre, szabadidőben igazándiból bárki, ez 20 és fél millió forintba kerül. Én első körben röviden ennyit szerettem volna elmondani, és átadnám a szót a Lukács Kémindi Ágnesnek, ő a Margarit óvodának a vezetője, ő fogja a hálózat, tehát ő lesz szakmailag felelős a hálózatért, munkáltatója is a felvett kollégáknak az Ágnes lesz, hogy akkor egy pár szóval ő is tájékoztasson mindenkit. Köszönöm szépen, és tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Hogy miért is ülünk itt? Azért, mert a Nemzeti Köznevelési Törvény egy olyan előírás ad minden egyes óvodapedagógus és minden egyes pedagógus számára, hogy a gyermeket minden felett álló érdekeit kell nézni. Hogyan tudjuk mi ezt megvalósítani, a gyermekek mindenek felett álló érdekeit? Én 31 éve vagyok óvodapedagógus, ebből 17 éve intézményvezető, és talán nem túlzás azt mondanom, hogy az utóbbi években egyre inkább nő azoknak a gyermekeknek a száma, akik, ahogy a polgármester úr is fogalmazott, kiemelt figyelmet igényelnek, vagy azért, mert beilleszkedési, vagy azért, mert tanulási, vagy azért, mert olyan problémái vannak, ami részképességeket érint, illetve ide kell, hogy soroljuk azokat a gyermekeket is, akik sajátos nevelési igénnyel rendelkeznek, tehát szakértői bizottság által megállapított fogyatékossággal küzdenek. Mi azért gondoltuk, hogy szeretnénk részt venni ebben a kezdeményezésben, mert ahogy tapasztaljuk, ez egy felülről induló, egy felülről irányított, de alulról építkező kezdeményezés lehet. Mit is értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy az önkormányzat támogatásával egy olyan hálózatot szeretnénk kiépíteni, amely tényleg a gyermekek mindenek felett álló érdekét fogja figyelembe venni, a gyermekek személyiségét egészében szeretné fejleszteni, nem részterületeket egy-egy pedagógussal, egy-egy gyógypedagógussal fejlesztgetni, hogy így fogalmazzak, hanem a személyiség fejlesztést ténylegesen a gyermekek mindenek felett álló érdekét szolgálná. Én úgy gondolom, hogy nem tudhatjuk, hogy mit adunk a gyermekeknek azokban a pillanatokban, amikor ott ül egy kisgyermek velünk szemben, és foglalkozunk, törődünk velük, hiszen azok a hatások, amiket mi képviselünk, azok az attitűdök, amiket sugárzunk a gyermekek felé, az lehet, hogy majd 20-30 év múlva fog kamatozódni, és lehet, hogy majd 20-30 év múlva fog emlékezni a gyermek arra, hogy nekem volt egy Piroska néni, Zsuzsi néni, nem tudom én milyen néni, Ovo néni, gyógypedagógusom, aki elindított engem egy úton. Ezért én, ha megengedik, az egyik kedvenc területemet, az irodalmat hoznám ide zárásképpen, és Vörös Marti Mihály gondolataival szeretném befejezni a szavaimat, aki azt mondta, és ez az én pedagógiai hitvallásom, szólj, gondolj, tégy jót, s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen. Ez, amiről eddig beszéltünk, ez a képviselőtestület által korábban elhatározott döntés volt. Viszont szeretném tájékoztatni az itt jelenlévőket arról, hogy én ezen túlmenően szeptemberi első képviselőtestületi ülésen további javaslatokat is fogok a képviselőtestület elé terjeszteni, erről még a kerületi óvodavezetők sem tudnak. Ez pedig három dolog. Az egyik, hogy jelen pillanatban a kerületi óvodákban 2,5 státusz óvodapszichológus van. Úgy látjuk, hogy ez kevés, és ezt a hálózat létrejöttét is felhasználva most a nyáron elindul, bízom benne köztünk, egy szakmai együttműködés és megbeszélés, és fogom javasolni a képviselőtestületnek, hogy ezt a szakmai együttműködés megbeszélést követően ezt a létszámot jelentősen növeljük meg.
ennek az óvodapszichológusok felvételének az lenne a célja, hogy az óvónők a létező leghamarabb tudjanak segítséget kérni bármilyen probléma esetében, és ezek a pszichológusok talán az eddigéken túlmenően is többet tudjanak segíteni. Többet tudjanak segíteni az óvónőnek, esetleg a gyereknek értelemszerűen, és a szülőnek is. És ugyanúgy, ahogy korábban is beszéltünk róla, ez a háromas együttműködés javíthat rajta is. Nagyon jó lenne valóban az, látjuk azt, hogy ez az óvónőknél is adódhat probléma, hogy ő maga is érzi úgy, hogy picit bizonytalan, és ehhez tud ez az új kollega számára segítséget nyújtani, tehát észszerű, rövid időn belül tudjon segítséget kérni. Azt is elhatároztam magamban, és fogom javasolni szeptember a képviselő testület irányába, hogy a minden olyan óvónő, aki esedés gyerekkel foglalkozik, eddig ugye 10.000 forintos esélyegyenlőségi pótlékot kapott, a 2017-2018 évben egy szakmai továbbképzésen vegyen részt, amelynek a Etelkával, Magyarni Szabó Etelkával már meg is találtuk ennek a formáját és rendszerét. Ennek a tartalma pozitív nevelős és megerősítés lenne. Tehát ez nem szeretnénk erről most szakmailag hosszan beszélni, úgy látjuk Etelkával tényleg megbeszélve, hogy ez az ilyen problémával és megsegítésre szoruló gyermekekkel foglalkozó óvónők esetében igen jelentős segítség lenne. Harmadik dolog, amit szeretnék a képviselő testületnek javasolni, hogy meg fogjuk vizsgálni szakmailag azt, hogy miként lehet az önkormányzat, miként tud az önkormányzat két olyan tapasztalattal, gyakorlattal, jelentős ismerettel rendelkező óvónőt fölvenni, amely nem tartozna egyetlen egy óvodához sem, viszont problémás helyzetekben segítséget tud nyújtani. Amely nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez egy picit magasabb fizetési bérigénnyel jár, ennek a megfelelő pótlékát én úgy gondolom, hogy fogjuk tudni biztosítani. Itt a kritikus helyzetek az lehet, hogyha mondjuk van egy csoport, ahol van több problémás gyermek, és ne adj Isten, az egyik óvónéni hosszabb időre kiesik a csoportból. Abban az esetben ő segítséget nyújt, oda megy, én az lenne a cél, nem csak ebben az esetben, minden esetben, hogy ne forduljon elő az, hogy egy óvónéni hosszabb időig egyedül, vagy a óvodán belül mindenféle helyettesítések útján lássa el a csoportot. Ez nem jó a gyerekeknek, nem jó az óvónéninek, nem jó a helyettesnek, senkinek nem jó. Most van erre egy magyar szó, azt nem szeretném mondani, hogy hívják ezeket az óvónéniket. Kvázi egy helyettesítő, segítő óvónénik lennének ezek az óvónénik. Én úgy gondolom, hogy ezt megvizsgáljuk szakmailag, a veletek majd ezt megbeszéljük, és én bízom abban, hogy ezt a javaslatomat a képviselőtestület támogatni fogja.